Devolverus Digitalus. Folytatjuk a szektás bárányozást. Két boss már meghalt. És a játék ugye két részből áll. Az egyik, amikor szobákat tisztogatsz, dungeon-t bújsz, kazamatákat bújsz. A másik része pedig a management rész. Hát a management részét a játéknak már majdnem, hogy kimaxoltuk. Tehát, hogy ott már nem nagyon van mit csinálni. Ha jól emlékszem, a 2-3 vagy nagyon max 5 dolog van, amit így ki lehetne kutatni. De úgy én úgy gondolom, hogy nagyjából a management része ki van maxa a játéknak, úgyhogy most meg tudjuk tolni a boss gyilkolászást, meghalni még egyszer se haltunk meg, kiraktuk azt is, hogy bármikor haza tudjak jönni, tehát nem csak azért nem haltunk meg, mert bármikor haza tudok jönni, hanem egyébként is az izsák miatt, nagyon meg a Hades miatt, meg a hasonló roguelike játékok miatt nagyon sok tapasztalatom van ebben a zsandrában. Úgyhogy, hát amit így várhatok, hogy ma mi fog történni, kerülnek be új arcok, támasztunk fel régieket, áldozunk fel valakiket, horgászunk és kazamatát bújunk. Úgyhogy így a 60. napnál hard nehézséggel most folytatjuk. Ne csináljak ilyet sűrűn, hogy egy hétig nyaralok? Az előző hét katasztrófa volt, amikor épp nem volt meló, felnéztem a Twitch-re, és úgy éreztem magam, mint abban a nárkoszos mémben. Jaj, ez a nárkoszos mém, tudom, hogy melyikre gondolsz. Amikor áll itt, ül ott, és csak néz. Hát igen. Aha, még csak kettő bossnál tartunk, Sina, mert elképesztően sokat menedzsmentkedtünk, úgyhogy... Hát mindjárt meglátjátok, hogy hol tartunk. Nem tudom, hogy... Egy kis inspirálás. Itt kell segíteni az építkezésben. Feleségeket meg kell csókolni, ölelni. Ez az. Janice, a legjobb feleség, ő 17-es, úgyhogy rá nagyon-nagyon büszke vagyok. Hát, hogy Janice, ő az, aki a legtovább élt. Én úgy látom, hogy mindenkivel megbarátkoztunk. Kerülhettek be majd szektába, ahogy látjátok, itt már erre lesz lehetőség. Oké. Okay. Szerintem Orgonit ment, megzavartuk itt kakálás közben. Arra is rájöttem egyébként, hogy nagyon nem jó az elrendezés a srácok itt a bázisnak, mert hogy ezeket a kakáldákat, illetve imádkozós szobrokat úgy kell elhelyezni, hogy menet közben legyenek. Tehát éppen mennek valami munkát végezni, és aközben kell lerakni egy szobrot, aközben kell lerakni egy kakáldát, mert nagyon sok időt elvesz a munkások életéből az, hogy kiszaladnak ide a pályaszélére kakkantani egyet. Úgyhogy például a farmot is, mit tudom én, a farm mondjuk maradhat itt, de például a kakáldát majd ide kell tenni, gyóntatni is tudunk. Janice meggyóntatjuk. Nézzük, mit akar. Azt akarja, hogy morcosak legyenek az emberek, utána pedig szeressék egymást. Amúgy én miért nem öregedek a szekta miatt? Azért, mert én nem élek. Tehát, hogy én fel vagyok támasztva. Tehát, hogy rajtam itt van ez a korona. Én azért nem öregszem. Kell csinálni olyan kaját, ami a füves kaja. Nem tudunk olyat csinálni? De tudunk. Nyomni kéne egy kis horgászást. Tudunk szerintetek nyomni horgászást? Van egy küldim, ami alapján kell egy olyat csinálni, hogy
Hagymosást. Hagymosást még nem csináltunk, srácok. Kakáda, hívjuk csak Budina. Szerinted nem csak... Tehát ez akár egy toj-toj WC is lehet, gyap-gyap, hogy ott sok mindent csinálnak. Az agymosó rituáléhoz kell gomba. De horgászni el tudunk menni. Hogyan lehet bekerülni? Ha van 100 trófád, akkor majd egy megadott pillanatban suttogni kell a botomra. És azt kell suttogni, hogy felkiáltva el jegy. Már hiányzott a horgászás, srácok. Albatrosz, köszi szépen a chill. Misét szerintetek tartsunk? Akkor már tartottunk. Tehát, hogy veszem fel egyébként. Ajjaj, srácok, elhullott. Janice, menj onnan! Seki, te is menj onnan! Sekit feltámasztottuk egyébként. Az a gond, hogy ráállnak a hullára, és így nem tudok mit csinálni. Jó, mit akarsz, Seki? Seki éhező arcokat szeretne, hogyha befogadnánk a szektába. Seki, hát persze. Éhezőket mindig. Meg dekoráltunk is egyébként. Nagyon jó. Tüskés állatot eltemettük. Tehát gombát kéne amúgy begyűjtenem. Suttogni kell a botomra, tyapja, bizony. Neked ahhoz még reggel van? Én úgy hallottam, a reggeli suttogások, a botra suttogások is elég jó, tyapja. Ingazitált szerintetek? Meginspiráltuk, jól van. Azt nézitek, micsoda vikilók vannak itt. Nézitek, fullos vikilók vannak. Hát... Nagyon jó világ van itt mindenkire. Ott láttam amúgy valami felkiáltó jeles helyet. Itt a térképen, ahova majd el kell mennünk. Nagyon jól bekapta. Na és amúgy srácok, nyugodtan meséltek, hogy milyen volt az előző hetetek. Történt-e valami extra? Ha már én így elmondtam velem, mi újság, streammentes. Ez komoly. Az komoly. Hát a tűzi játéknál kirúgtak pár embert. Ja, azt hallottam, hogy valami megborulások voltak. Meg azt is hallottam, hogy egy héttel később tartották meg, azaz tegnap előtt volt a tűzi játék. Én nem néztem, meg megmondom őszintén, ezek a tűzi játékok. Nálam a tűzi játék az olyan, hogy így, ha láttam egyet, akkor láttam az összeset. Szóval, hogy nálam ilyen a tűzi játék. Talán sokkal érdekesebb lenne számomra a tűzi játék, ha mondjuk 5 vagy 10 évente lenne. Vagy 5 vagy 10 évente izgalmas számomra. Mondjuk akkor ahhoz nem kell 5-10 évente, hogy legyen, hanem elég, hogyha én 5-10 évente nézek rám. Szerinted sokan vannak így, hogy jobb lenne, ha nem lenne? Mondjuk, mondom, engem annyira nem zavar, csak nem izgat.
Na, például szerintem drónos tűzijátékot még nem láttam, úgyhogy akkor ezek szerint mégiscsak volt valami olyasmi, ami lehet, hogy érdekelne. 60 órát dolgoztál? Hát kitartást. A legközelebb is lesz ilyen tyap-tyap. Szevasz, Marci. Túl produktív voltam a munkában, egy héttel erőre dolgoztam. Meg se a tűzi játékon ütköttél, szemez? Na, ezt a fényfestést, ezt nem is vágom, hogy micsoda tyap-tyap. Fényjáték volt drónnál, nem a tűzjáték. Na, látjátok, ennyire értek hozzá. Mi a családdal Balatodon nyaraltunk. Nice! És sikerült kipihenni magatokat? Bank holiday van nálatok, Vodafone, hoppácska. Na látod? Itt ilyen nincsen. Itt ilyen nincsen, hogy bank holiday. Itt csak augusztus 20-a van, Vodafone. Igen, igen, megint horgászunk. Csak ez egy olyan dolog, ami hiányzott. Ez a horgászás, ez hiányzott. Na! Az a kérdésem, srácok, hogy valaki kielvezte annak az előnyét, hogy előző előtti héten olcsó volt a sör? Milyen volt az olcsó sör? Mert azt is olvastam, hogy volt olcsó sör. Mi ez a sör? Hát ilyen folyékony kenyér. Csak nem kell megvajaznod. Se pirítanod. Végvitted ezt a játékot? Nice. Hát igen, én nekem most kimaradt egy hét, úgyhogy... Ja. Páran biztos beelőztetek. Én minden nap iszok egy sör, de én nem fedeztem fel semmi olcsóságot. Hát augusztus 20-a alkalmából, legalábbis a programok alkalmából volt olcsó sör, és az volt a... Arról voltam kíváncsi, hogy ti azt kielveztétek-e. Na, a vajsört, azt még nem ittam, vadafak. Na, erről beszéltem nektek, srácok, hogy itt a Divine Inspiration-nél kettő dolog hiányzik. Ezt a missionárius dolgot, ezt például nem is használjuk. El lehet küldeni a szektársainkat. És ugyan, tehát hogy meg is hallhatnak egy misszió alatt. Azt látom most, hogy eltelt a napfelem. Kell tartani misét. Jaj, értem, gerépa. Maratont futottál. Wow, Szemensz. És jól ment? Elégedett vagy a teljesítményeddel? Kéne gombát ültetni. Ja, meg tudunk szerintetek tartani olyan rituálét, ami pénzbe kerül? Ez az. Na, tehát Mr. Zsolt, 9-es szintű. Kis tinci-tánci. Idén az egyik legjobban sikerült india alkotás. Ja, jó. Jó ez a játszi, nagyon. Nagyon-nagyon jó. Nem túl bonyolult menedzsment. Jó kis kazamata bújások. Magas hegyi terepmaraton. Ja, hogy nem is szimpla maraton, hanem terepmaraton.
Janice most már akkor 18-as? Jesus! És még nem vén. Tehát a Janice nagyon jól nyomja. Nektek, akik így játszottatok ezzel a játékkal, mi volt a legmagasabb szint, amit egy követő elérhetett feltámasztás nélkül? Na, majd megnézem a képet, Szemenz. Még halálfélelmed is volt, az nem hangzik jól. 11-es? Úgy néz ki, hogy ez az élet... élettartam duplázó talizmán, ez brutálisan jó. Már a 15, aha. Jó, mondjuk én minden nap meggyóntatom Janice-t. Azt nézzétek, a gyóntató mennyire adja. Oké, okay. Gomba. Kell vennünk gombát. Barát, nem akarja ezt játszani, mert a kinézet aranyos, de aztán meg ugye démos. Ja. Hát, mint a... Ó, hogy gombát nem tudunk venni. Hát, akkor veszünk el. Mint az izsák. Ilyen aranyosan néz ki az izsák, de egyébként meg mélyben mozgunk, meg különféle undorító dolgokat ölünk. Tudunk valami jó kaját csinálni? Parfiolból? 5% esély arra, hogy betegséget okoz. Mit érdekel? Bolond betegség. Igen, Mr. Zsoltal már beszéltünk. Nagyon jó, Sina, Sinával is táncolunk. Sina, te tudtad, hogy még élsz? Én nem tudtam, azt hittem már meghaltál. Szóval itt a misszionárius, ezt fel kéne fejleszteni, embereket el kéne küldeni. Az a helyzet most így, Janice-t elküldöm fára, most így nézzétek meg, high level. High level az 84% eséllyel meghalhat. Ez a misszionárius nem egy olyan dolog, ami így nagyon megérné. Vagy igen, szerintetek megérős? Ti használtátok ezt amúgy? Még él, Sina, bizony. Én is meglepődtem. 84%. Hát jó, de 84%. Az a helyzet, hogy így... Nézzétek meg! High level, high level. Tehát van egy 8-as, vagy az 7-es Sinám, meg van egy 18-as Janice-em, és ugyanazok a százalékok vannak. Mert ugye már elérte a high levelt. Szóval... Hiába van nagyon magas szintű... követőtök. Én szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor használtam ezt a misszionáriust, azt meghalt egy követőm benne. Jaj, ja, világos, hogy így nem kell farmolni a játékba, de... Nem tűnik olyan megérősnek. Na, most kifejlesztjük az utolsó dolgot, a komposztot. 20-en és 80% volt, hogy vihar lesz, és mi lett a vég... Hát, na látod? Na de mi lett volna, hogyha nem lesz az? Ugye?
Tehát most ki van maxolva? Most elvileg... Oho. Látjátok? Ti is látjátok? Most már pénzt lehet szerezni. Biztos minőségi követő kellenek, és nem a mennyiség. Pedig Janice a legminőségibb követőm, és hát látjátok. Tehát most már pénzt fogunk tudni szerezni, mert már megvan minden fejlesztés. Tehát erről beszéltem nektek, hogy a management részét azt annyira kimaxoltuk a játéknak, hogy most már csak életbe kell tartani a követőket. Amit még fontos lenne felhúznom, mindjárt mutatom nektek, az amikor a követők velem tudnak jönni a küldetésekre. Az például egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Ezt pont a legutóbbi streambe fedeztem fel, hogy lehet ilyet csinálni. Az az, amikor így beállsz ilyen kőtáblák köré. Hogy helyetet halljanak? Nem halnak meg. Ők csak buffokat adnak. Meg hát addig nem dolgoznak. Nem ott vannak velem. Aha, igen, arra gondolok, a démonikus idézőkre, igen. Mirmidron, azaz, köszi. És minél magasabb szintű, annál több követő tud velem jönni, hogyha jól olvastam. És mindegyik más buffot ad. Ja, arról nem is beszéltem nektek amúgy, hogy... Végnéztük a Man vs. Beat, megnéztük a House of Dragons első részét, a She-Hulkot is, meg elkezdtük nézni a Westworld negyedik évadát. Ezek voltak az esti programok, így a nyaralás alatt. Ilyen szépen megy a magyar beszéd ennyi anglia idő után. Már azt hitted, kis András, hogy ott ragadok még. Hát lehet, hogy most is amúgy londoni streamek vannak. Nem tudom egyébként, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak így a londoni, angliai mobilszolgáltatóval kapcsolatban, de amíg így roamingba használtam őket, a Vodafone például egyáltalán nem adott, a Vodafone UK egyáltalán nem adott roaming alatt internetet. A két E betűt használtuk sokáig, aztán felfedeztem csütörtökön, hogy van ez az O2. Na, az O2-nek van Londonban már 5G-je is, tehát hogy az azért, ott már azért hasított az internet, amikor 5G közelbe voltunk, és általában 5G közelbe voltunk. A Westworld első évada az így olyan, hogy wow. Westworld első évada az olyan, hogy wow. Szemez, úgyhogy azt tényleg ajánlom. És hogyha igazán kitartó vagy, akkor érdemes még a többit is megnézni. Nekem a világ, meg a karakterek, maga a sorozat nekem nagyon bejött, még attól függetlenül is, hogy sokaknak a második, harmadik évad az ilyen, bárcsak ne készült volna el soha, hát nem olyan minőségi, mint az első évad, de így ez a negyedik most egyelőre pár rész után elég tetszetős. Sose voltál Angliában? Én nagyon élveztem ezt az egy hetet. Az E-nek és a 3-nak van a legnagyobb lefedettsége, az O2-nél még 5 évig szenvedtem, úgyhogy a melóba is, a melómba térerőse volt. Ó, pedig az O2 az így nálunk nagyon jó volt. A két E, az EE, az így,
Hát volt internetem, igen, de olyan volt, mintha ilyen nevelincs települések határaiba lettem volna Magyarországon. Tehát Magyarországon az internet az így nagyon jó. Hát bármennyire lehet szitni az itthoni szolgáltatókat, itthon még mindig jobb a helyzet, mint kint. Ha már csak a sávszélességről beszélünk. A negyedik nekem nagyon tetszik, Tyap-tyap. Egyelőre. Aztán majd meglátjuk. Árértékarányban az E a legdrágább. Komolyan. Én amikor így néztem az O2-t, mármint amikor így néztem, hogy van ilyen üzlet, azt hittem, hogy az valami ilyen vízi. Vízi volt. Ilyen csónakokat lehet venni. Na. És látom, elment megint egy nap. Megint nem foglalkoztunk a követőkkel. Csúnya, rossz, gonosz szekta vezér. Hoppá! Ó, oh, jajjaj! Mr. Zsolt közben meghalt. Az hagyján, hogy meghalt. Hát, hogy még csak követőket se fogadtam be, srácok. Tehát, hogy nagyon rossz vezér vagyok. A ilyen te rossz vezír! Hol van Janice? Janice! Janice! Hol a kis szarvad? Hol van Janice? Janice-t akarom, ott van, ott van. Na gyere, gyere Janice. Ez az. Nagyon furán néz ki Janice. Olyan táskásak a szemei. Beteg? Gyere csak Janice. Egy jónás még így este. Az O2 úgy volt, hogy jön ide hozzánk, is a Telenor helyett, aztán végül... Én már nem is tudom, hogy mi van a Telenor helyett. Öreg! Csak nem lett öreg, hát még dolgozott. Ja. Itthon sokkal jobb az internet, what the fuck. Na, kell olyan, hogy nagyobb kapacitású kakálda. Aha. Hát jó, felfejlesztjük. Kell olyan, hogy sír. Beteg lenne, zöld lenne a pofia? Aha, akkor jól emlékeztem. Csak olyan fura volt az arca. Na, srácok, most be lehet kerülni a szektába. Hogy kritnereket kell elfogni azért a húsiért. Edit. Na, az edit kell nekünk. Szóval addig nem lehet editálni, amíg ez itt nincs felépítve. Basszus. Hát ez kellemetlen. És gomba még mindig kell. Akkor mit csináljunk? Ezt begyűjtjük itt. Csinálják az aranyrudat. Hatvan nap után csak rájöttünk. Na jó, és ezt hogy kell... Aha. Na. Oké, felébredt, gyorsan elkapjuk és megszeretgetjük Mariant. Gyere csak, Marian. Gyere, Janice.
Janice 19-es. Hú, ez az. Hogy tejjel, azt nézzétek. 20-as. Janice 20-as, csak mondom. Nekem nem válaszol a bot? Ja, várjatok. Ránézek. Amúgy én is úgy látom, hogy valami problémája van a botomnak. Ja, látom. Édes Istenem, hát így, mi van a botommal? Tessék szépen aktivizálni magad. Mindjárt meg lesz szerelve, srácok. Bot szerelések lesznek. Igen, szeretném elfogadni a sütiket. Srácok, a botom teljesen elfelejtette, hogy mire hivatott. Na. Úgy néz ki, hogy ő is nyaralni fog. Volt. Oké. Okay. Elvileg most már van valami. Valami most már van. Elvileg most már, ha suttogtok rá, akkor most már lesz valami. És mindjárt amúgy megnyitom a jelentkezést is, hogy bekerüljetek a szektába. Több mint egy ember kerülhet be, hogyha jól figyeltem. Na. És akkor olyan kell nekünk, hogy szekta tagsága. Tökéletes. És úgy kell csinálni, hogy most, hogy lehet jegyet venni, azt kell beírnotok, hogy felkiáltva el jegy a botra. Tehát, hogy felkiáltva el jegy. Ó. Oh. Valamiért most többi jegyet is tudtak venni. Bocsánat, most akkor... Bocsánat, fake info volt. Most valamiért különleges, ez egy különleges nevezés. Felkiáltva el jegy, szóköz jegyszáma 1 és 10 között. Ezt kell suttog üzenetbe írni a botomra. Felkiáltva el jegy, szóköz jegyszáma 1 és 10 között. Véletlenül elfelejtettem kikapcsolni, hogy többet is felsetek. Felkiáltva el jegy, szóköz jegyszáma 1 és 10 között, attól függ, hogy mennyi jegyet szeretnétek venni. Egy jegy az... az 500. Na jó. Na jó, én most ezt leállítom, és akkor mindenkinek visszaadjuk a trófáját, ne haragudjatok. Nagyon, nagyon visszatérős... hogy ez most itt nagyon visszatérős, és nagyon béna voltam. Elnézést kérek, és ne haragudjatok. Na, tehát akkor Vadafaknak 5000 trófea, Dumamanónak 1500, Szélrakarcónak 500, Kisandrásnak 1500, Adria másodiknak 1000, Szemáznak 500, Goldennek, Gyapgyapnak és Albatrosznak is. Bocsánat. Tehát, hogy vissza fogjátok kapni. Na. Bocsánat, elnézést, bocsánat, hát ezt nagyon elszúrtam. Cserébe most 50 trófea lesz a jegy. Bocsánat. Bocsi. Na, tehát mit kell csinálnotok? Ha van legalább 50 trófeátok, akkor a E-Hunter botra most suttogjátok egy felkiáltva jegy parancsot. Egy privát üzenetet kell most ráírni. Most újra. Tehát, hogy aki az előbb nevezett, az stream után vissza fogja kapni a trófáját. Bocsi miatta, béna voltam.
most mindenki csak egy-egyet tud venni, ezért a felkiáltó jegy parancsot kell privát üzenetbe írni a botomnak. És 2 percetek van rá. Bocsánat. Kicsit múvaskodtam. Backstreet Boys koncert, igen, itt van. Bónusz trófeát kérsz a bénaságomért? Jól van. Lesz bánat díj, meg ilyenek. Nekem is olyan tápegységem lett, mint neked, az lenne a kérdés, hogy te az Echo kapcsolódtam, amit a tápomban hátul bekapcsoltad? Nem. 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 Értem, hogy mire gondolsz, Dávid, én ilyet nem csináltam még, hogy Echo kapcsolom. Egy külön misét a károsultaknak. Sina miért nem viselt izét, maszkot? Agymosás, srácok, megkapjátok az első agymosásotokat. Na, azt nézzétek. Mindenki kap gembát. 4-es, 120-as, 4-es, 120-as. Be vannak gembázva. Én kipróbáltam, de ugyanolyan halk, mint ki vagy be lenne kapcsolva. Janice megbetegedett. Az hagyján, de Sina is. Úristen, be kell neki adni az aspirint. Hopp! Üdvünk mindenkinek, skacok! Persze, Sinának is beadjuk. Ugye? Na, ugye, Sina? Milyen jó? Mennyire jó, Sina? Mondd azt! Ó, ennyire. Még tejelt is. Ajaj, ajaj, ajaj. Az űrhajóst el kell küldeni pihenni. Na tehát én azt szeretném, hogy pihenjen. Hát nem tudom, Dávid, én ezzel a gép zajjal ezzel úgy vagyok, hogy amíg előtte ülök és játszok, addig tök mindegy, hogy milyen hangja van, tehát hogy hangosan a 3080 is, hangos minden is. Szóval nem tudom, én ha meg éppen nem játszok, akkor meg nem hallom, hogy milyen hangja van. De ezek szerint akkor nálad az Echo kapcsoló az így nem adta. Ez egy ilyen szex kultusz? Nem. Tudom. Ez egy jó kérdés. Hát, hogyha mindenki sátrából a pénzt veszem ki, én nem tudom, hogy ez milyen kultusz lehet akkor. Na, mutatom, mi a terv. Na, ezt átrakjuk ide. Kakáldát. Éppen mennek valahova, akkor ott legyen. A tisztító brigád is legyen itt közel. Te is menjél, légy szíves, haza. Marian, látom, hogy rosszul vagy. Az igen, hogy nyomja Sina. Oh,
Kopasz is kapja. Kopasz hanyas. Ja, a Secret Wars miatt jó lesz a... Mert hogy amiatt... amiatt jó, hogy van a She-Hulk, igen, igen, ezt én is olvastam, láttam Leather Taylor. Na, most hogy neveztetek, srácok, most már be is juthattok. Van egy Takink. Taki. Először is gratula, hogy bejutottál. Miért nem ír? Taki, nem csak, hogy ha jól emlékszem, füles nyertél, amivel még nem foglalkoztam, úgyhogy elnézést. De még be is jutottál a szektába. Itt vagy? Mutatom, hogy mik közül választhatsz. Tehát... lehetsz... hód. Lehetsz... ilyen. Ilyen kék pók, zöld pók, narancs pók, sivatagi róka, kepibara, piros bokor, zöld bokor, fura bagoly, béka, bőlény, zsiráf, lila pók, barna pók, piros pók, zöld pók, boci, csacsi, őzike, süni, nyuszi, Cthulhu, méhecske, ez mi? Hangyász, teki, majom, narvál, piros panda, hal, kék hal, piros hal, unikornis, patkány, sütni, ja, akkor az előző őzik, szarvas volt, nem őzike, ez az őzike, malac, kutyus, cicus, róka. Na, és aki... Taki után jön, Taki válasz egy színt, melyik szeretnél lenni. Mirmidron is bejutott, úgyhogy gratula Mirmidron, de milyen állat szeretnél lenni, és milyen színű? Az axolot. Ez jó lesz amúgy, Taki? Hogy az volt az axolot. Na hát, Taki rögtön agymosottként kerül be a szektába, és el is küldjük fát vágni. Beelzebub! Kérlek, kímélj meg! Na, gratula még egyszer, Mirmidron. Kérlek, írd meg, hogy mi szeretnél lenni. Takinak csupa pozitív trétjei voltak, Mirmidron pedig pont az ellentéte, neki csak negatív trétjei vannak. Szia, Nos! Szia, Hangrave! Szevasztok, srácok! Épp meg akartam kérdezni, hogy milyen az az angol reggeli, amit csinált Adria második. Na nézzük. Ó. Ez ilyen... Na hát én meg nem mondom, hogy itt mi van a képen. Ez olyan virsli, meg ilyen bab, vagy mi, nem tudom mi van mellette. Meg tojás és bacon? Cicus, a kamera nem lesz? Nem. Az a helyzet, hogy a cica az jelenleg a takaró alatt van, tehát hogy nem sok mindent látnátok belőle. Tudom, Dávid, mi ez a kolvány, az kemény. Az kemény. Nem lesz cica kamera, nem nagyon szokott lenni. Paradicsomos bab. Na, én azt mondom nektek, ez most egy random lesz.
mivel Mirmidron nem válaszolt, ha jól látom, bár lehet, hogy suttog üzenet, mert azt még megnézzük. Nem írt semmit Mirmidron. Na, ez jó lesz Mirmidronnak. Na nézzük ki a következő szerencsés, mert szerintem még mindig be lehet kerülni a szektára, hogy ne lehetne. Kérlek, kímélj meg! A következő, aki bejutott a szektámba, nem más, mint Dumomanó 28-as számú. Itt vagy Dumomanó? De mi szeretnél lenni Dumomanó? Szegény Dumomanónak is rossz trétjei vannak. Palácskára kiügyelt, ameddig nem voltunk. Szomszéd és Kalácska nagyon aranyos volt az első nap, amikor hazaértünk. Nagyon örült nekünk, és egy teljesen más cica volt. És azóta bármikor, amikor így öltözködünk, vagy az ajtóhoz közel megyünk, akkor hát elképesztő nyivákolásba kezd. Na mit szólsz ehhez, Dumomanó? Vagy másmilyen színű szeretnél lenni? Jaj, teknős. Bocsánat, békát választottam. Így ehhez mit szólsz, Dumomanó? Igen, Kalácska nagyon aranyos lett, amikor így hazaértünk. Jó, tök jó. Szegény Dumomanónak is negatív trétjei vannak, de hát ez ilyen. Nem lehet mindenki tökéletes. Na, viszont még valaki kerül be a szektába, aki nem más, mint Semenz. Mert Semenz már volt bent. Semenz csalás. Te már bent voltál, úgyhogy megyünk tovább. Aki már bekerült egyszer a szektába, az ne nevezzen skacok, mert őt fel tudjuk támasztani. Ó, Tékalend még tehát, hogy simán bejuthatsz. Nagyon sok minden van, tehát hogy nagyon sok állat van. Nagyon aranyos állatok vannak, és még nincs feloldva minden. Ezt most mondod? Hát majd elmondom akkor legközelebb is. Ja, ezt most így a nevezés előtt nem mondtam el. De a legutóbbi streamben volt róla szó. Azt hiszem Sekinél, hogy már van lehetőség feltámasztásra is. A bagoly-szerű a béka mellett? És melyik bagoly szeretnétek lenni? Mondjatok egy oszlopot, meg egy sort, és akkor így azt kiválasztom. Van egy Twitch adon elvileg a gamehez, lehet tudsz róla. Aha, tudok róla, csak az, amikor elkezdtem a játékot, bágos volt, nem ment jól, és most meg már így nem akarom bevezetni, mert világos kék a második sor végén. Na, hát nézzük Adri milyen. Gyorsan gyógyul, de nem szereti, hogyha jönnek új követők, és sokkal lassabban generálja a Devotion-t. Remélem átneveztem Adrit. Átneveztem. Elírtam a nevedet. Hát ez ilyen selejtes Adri lett. Sorry. De milyen jól néz ki hátulról? Nem is volt még amúgy bagjunk. Ketten is éheznek. Na, Adri. Tessék elmenni enni. Azt mondja, hogy nincs kaja. Hát ez hogy lehet? Az hogy lehet? Na, várjál.
csinálunk ilyen minőségi kaját. A kék baglyok menők? Bizony. Na, tehát akkor már mennek is kajálni, nagyon jó. És Janice. Jó. Seki, na mit akar Seki? Seki csak örül nekem. Ennyi. Owen is még megvan. Bár ahogy látom, már nem sokáig. Mennyi fasz, nézzétek. Viszont... Kavicsot senki sem gyűjt. Kavicsot senki sem gyűjt. Ezt kell fejlesztenünk, ezt a démoni nézőt. Na. Tehát démon idéző, és ahhoz ilyen kell, amit éppen most csinálnak. Nagyon jó. Szia, Misi! Ki akartál követni, Adri? Látod? Látod? Látod, ezt meghallották, Adri, hogy ki akarsz követni, és meghaltak. Még hánynak is. Ne mondj ilyeneket, Adri, hogy ki akarsz követni. Látod? Mik történnek? Hogy lehet olyan gombolyagot csinálni valaki? Nem tudja véletlenül? Így van, a démonikus Summoning Circle 2 az azt csinálja, hogy kettő démonunk lehet egyszerre. Ez a pókáról lesz, és majd a másik pályán lehet felvenni. Negyedik szintű nyersen. Ó, hát akkor ennyire el vagyunk maradva, ha. Ez gyorsabban gyógyít. Oké, upgrade-eljük akkor itt a helyeket. Na, Janice-nek megadjuk. De gyere, Janice. Janice már eleve benne volt a... A gyontató fülkében. Janos. Wow! Hát jeges az első azok között, akiknek már 63 hónapjuk van. Köszi szépen, jeges a támogatásodat. Srácok, beregjenek a szvegek. 63 szveget elvileg még le lehet írni a chatre. Legalábbis múltkor azt néztük. Hát én most nem tudok írni a chatre, vagy lefagyott. Akkor 63-at már nem lehet leírni. Az komoly. Nézzük csak még egyszer. És tényleg 63-at már nem lehet leírni. Nekem nem küldi el. 62-t még el lehet küldi. Hát ez gond. Ez gond. Vekszik betegen a sátrába? Marian meg zűrhajos. Már reggelek, srácok, a szvegek jegesnek. Köszi szépen a támogatásodat már ilyen régóta.
Köszi, köszi, srácok. Janice 21. Janice 21. Öt fét. Hát ez nagyon, nagyon menő ez a kaja. Meg kell csinálni az aranyszveget, nincs mese, gyap-gyap. Nagyon jól csinálják. Azt mondja, hogy Marian zűrhajós vagy Zita. Na, hát Marian már nem beteg többé például. Nagyon jól tejelnek. Oké, a Summoning Circle is fel van fejlesztve. Az utolsó Summoning Circle fejlesztés pedig már nem tudjuk megvenni. Viszont Trapezcarcrow-nk az, az a lehetne. És akkor a Trapezcarcrow-val lesz húsink, mert ugye a Scarecrow a sima csak elijeszti a madarakat. A Trapezcarcrow pedig most már el is fogja a madarakat, ami, hát ami szerintem jól jön. Még ilyen komposztálót lehetne csinálni, hogy a fűből csináljon kakát, de hát nem tudom. Offering statue. Hát ilyet még nem csináltunk, úgyhogy jöhet. Ezbe csináljuk a pénzt. Na. Shaki. Ő szeretne Shaki szeretne lenni az, aki biztosítja a követőimet, mert biztosít engem arról, hogy a követőim hűségesek hozzám. Jól van, Shaki, hát miért nem? Szia, Dunyuska, szevasztok, srácok. Jó, begyűjtjük a pénzt, aztán megyünk egy kicsit dungeonozni, mert egy óra eltelt úgy, hogy csak a menedzser is csináltuk. Holott egyébként ezzel már megvagyunk. Muszáj kiadni a feladatot. Agymosást csináltunk, úgyhogy el kell mennünk a gombász részhez. Na, itt például eddig még nem voltunk. Itt van... Spabu, babu. Azt mondja a Plimbo, hogy tartozunk neki egy hajóval. Jó. Jó van. Nem nevezett ki Shakit, hogy amíg távol vagy, addig terjessze az igét? Nem kell, mert elvileg van loyalty ilyen forszerünk. Elvileg. Eye of Witness. Na, hogyha szerzünk ilyen Eye of Witness-t, akkor vesz egy új csónakot. Jó van. Azt mondja, hogy kristály 100-ért adjad. Kristály zászló, persze. Van pénz, hát srácok, van pénz. Kristály lantern, az is jel. Persze. Persze. Valami csorog a száján a halnak. Listája, ablak. Persze. Aztán kártyák. Amik... Na. Ha rollolunk egyet, akkor robbanást hagyunk magunk után.
És ez az effekt 10 szekenként ismétlődik. Ismétlődhet. Egy bomba nevezetű tarot kártya. Még visszamehetünk egyébként kinevezni Sekit a Loyalty Enforcer-ért. Black Ichort dobunk 10 szekenként, amikor rollolunk. Ez gondolom valami mérgező cucc. Ha megölünk egy enemit, 10% esélyel heal előthetünk. Ezek kártyák, tehát hogy ezek nincsenek passzívan velünk, ezeket ki kell nyitni. Pedig follower formát fogunk venni. Mindez pénzért. Most már lehettek elefántok, ha bekerültek, srácok. A szektába. Lehettek kis... Hát ez vagy aligátor, vagy krokodil. Sose tudom megkülönböztetni a kettőt. Szerintetek melyik? A dinót azt amúgy nem mondanám. Na hát ez meg olyan, mint a... Az a doodle jumpos arc. Ez nem tudom mi. Ez mi lehet szerintetek? Egy strombita orrával. Krokodátor az aligátor és a krokodil szerelem gyermeke? Nem tudom. Egyetlen egy hajszála van ennek. Ez víziló? Csiklóhaj? Hal? Gyanús nekem ez a hely. Ide jövünk majd később. Szerintem a pipa orrú az egyik Pokémon, amelyik tintát köpött az orrában. Istenem, Vortex. A szürke ez egy víziló? Lehet. Én is az ugrott így be. Erre balog. Na, Sozó örül annak, hogy agymostok a barátaimat. Azt mondja, hogy senkibe se bízunk. És most, hogy ez megvan. Adott nekünk egy ilyen gombás sculpture-t. Ez amúgy elég jól néz ki. 28 gombáért tudunk ilyet építeni. Iszonyatosan jó dizájnokat lehet itt összehozni amúgy. Azt mondja, hogy nem kell megköszönni, építsük tovább a szektánkat. És egyszer csak adni fog nekünk majd egy ajándékot. Jó. Tehát kell ez a Mushroom Sculpture. Na, nyomunk akkor egy... Szerintetek? Mehet a gyontatás? Már megint mehet a gyontatás. Csókolombapája! Malaka! Hogy felugrott! Nagyon jó. A Janice 22-es. Mennyi pénz, srácok! Nagyon sok pénz. Tehát, rituálén. Loyalty Enforcer. Vízúj szélre karcoló. Tehát a küldetésünk azt kéri, hogy Sekit nevezzük. Itt helyett, hogy pénzt adnak? Mert már megvan minden, amit hitért tudnék szerezni. Jenny szerintem a gyontató fülkébe lakik. Szerintem is nekem már kezd gyanús lenni, tyap-tyap. Ugye ez az, amit megvettünk először.
nő a damage dealtünk minden egyes kill után, de rezetel, amikor eltalálnak. Nem akarok innen semmit. Majd visszanézed, hogy mi történt Londonban? Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Nagyon élveztem. Na, senki behajtja a hűséget. Na, srácok, megyünk dungeonozni. Nézzétek meg... Jaj! Orgon itt ment, meghalt. Senki már megint akar... Ja, ő adja a jutalmat. Akkor semmi gond. Na, tehát kell nekünk sír. Sajnos túl sokan halnak most meg. Na, ez szerintem Sina lesz, aki ezen dolgozik. Most nem tudom. Ja, erre kell jönnünk. És most boss-t fogunk ölni, viszont a boss szélés előtt kellenek segítők. Na, tehát kell nekünk... Seki például HP-t hoz nekem, Janice mit hoz nekem? Janice robbanó sebzés, Sinával több fervor generálás. Na jó, hát akkor elhozzuk, elhozzuk Sekit. Mondjuk nem tudom, hogy ezt hogy kell kihasználni. Duma Manó például a közeli enemiket milli atakolja. Jobb HP dropok kopasszal. Legyen ez a HP drop. Azt kell megnézni, kopasz 6-os, jó. Na és így a követők démonná alakultak és segítenek az utazásaink során. Itt most az utolsó boss ellen fogunk majd harcolni. Mármint, hogy ennek a szintje az utolsó boss ellen, a Kalmár ellen. És ő ott van. Gauntletet kaptunk, ami heal-el, és lassú fegyver, ez a kombózós fegyver. 1-2, mindig a harmadik ütés az, ami nagyon erős. Ez pedig a Fervorból történő körzünk, ami így szellemeket ereget. A szellemeregetés amúgy elég király. Jó. Ajaj, megkitálták. Basszus. Krisztál sárdok is kellenek amúgy. Ez is nagyon fontos. Na,
kitáltak. Ez heal-el. Van itt egy olyan enemy, aki heal-el. Ebben a szobában kétszer is eltaláltak, úgyhogy nem volt a legjobb menet. Ja, a fű is kell, a fűből fű az ingyen kaja gyakorlatilag. Á, hogy ott volt egy HP. Na hát, szerintem ez is általán. Shamura! Az 5-ből 4 lett, aztán abból 3, majd 2 és 1, majd semmi. A Kalmár fél a vörös koronától. És gyáva. Valószínűleg ellene fogom majd harcolni legközelebb. Jesus. Újfajta ellenemi. Újfajta ellenemi. Ilyen pókok ellen eddig még nem küzdöttünk, srácok. Jézus! Itt is buktam egy HP-t. Amit egy felet. Offering. Ma is kaptunk 20 pénzért egy csomó lótot. Egy csomó kaját. Ami amúgy 30 lett. És most szétverjük ezt. Ellopjuk a pénzt, srácok. A szobrot már nem lehet szétverni. Kell majd tovább mennünk. Jó, 30 pénzére egy tarot kártya. Gyorsabban generálódjanak ezek a fervórok, ez kell. És akkor kérjük az alapot is. Több eséllyel spónolnak jobb ládák. Itt van egy Jani. Persze. Huszázalék eséllyel kritikál hitet nyomunk. Na, és akkor lehet választani, hogy merre megyünk. Én a tarot kártyát választom. Bár, ahogy látom, akkor itt lemaradunk egy csomó mindenről. Én azt az utat akarom választani, ami a leghosszabb, úgyhogy a kaja irányába megyünk. Ki tudjuk ütni a lab? Ki tudjuk. Nem merem megkérdezni maga, hogy milyen Ferivel. Milyen Ferivel van a Jani? Tehát a chestek itt kaján dobnak, nem aranyat. Ó,
tömegölte magát. Azt a mennyi fervor. Hol voltam nyaralni? London, egy hét. Na hát! Az hogy nem? Jézusom, annak nagyon sok HP-ja volt, ezt... Ezt nem is gondoltam. Hát én is ezt mondom, csap-csap, mi bű vannak ezek? Jó, kapják. Ó, és szürke szívet kaptunk. Az ita elkezdett éhezni, csak meg ne halljon, srácok. Kaptunk tököt. Nem látom valami attack speedet növel? De biztos lehet kártyával. Guamallanna. 10% eséllyel kaphatunk szürke szívet, hogyha valakit megölünk. Fél HP-re lemegy a piros szívünk, akkor kettőt damol mindennel, nem ira. Inkább legyen ez a 10% eséllyel. Szürke szív. Még ez bizony, Kingazipa, még ez bizony. Nagyon jó állapotban vagy. Nagyon jó állapotban vagy. Florian, köszi szépen a rédet, üdv mindenkinek, srácok. Na! Azt nem tudom. Megszállja az ellenséget. Ja, hogy ez egy, ja, hogy ez egy körz. Á, nem tudom, amúgy szívesen kipróbálnám. Le akartam cserélni a billentyűzetemet, de amit kaptam angol, és nem tudom mihol van, plusz nincs is I betű, most szomorú vagyok. Az enyém is angol kiosztású. Én már teljesen átálltam arra, hogy Alt-GR-J-t, meg Alt-GR-t I-t nyomok, hogyha hosszú I-t akarok, akár kicsi, vagy akár nagy. Úgyhogy én erre már teljesen átálltam. De először nekem is nagyon-nagyon fura volt. És nem is az volt a legfurább, hogy nincsen hosszú, hanem az, hogy az Enter helyett folyamatosan az űt nyomtam. Sziasztok! Én is tervezem megvenni ezt a játékot, tetszik ez a nézőkéletnek, lakóknak, de... Na, lehet menni erre. Szerintem erre megyünk. Mert itt azt látom, hogy a szürke szív átalakul pirosra. Nem, ha piros szívet bukunk, akkor disease heart-ot kapunk. Értem. Zűrhajós meghal, hogy meghal a betegségbe, hogyha nem kezdünk vele valamit. Jézusom, srácok! Éhezések, betegedések. Hát ez milyen dolog? Milyen dolog?
haldoklik a népem, ameddig én itt izé bosszokat ölök. Ez nem jó. Nagyon nem jó. Ó, az nem jó. Elkaptak, megcsíptek. Semmi gond, most meghalnak, majd feltámasztjuk őket. Elmegy egy jön kettő másik helyette. Mármint, hogy én ilyet soha nem mondtam, srácok. Ezt nem én mondtam. Szia, wait for reload. Na, örülök. Érezd jól magad. Üdv mindenkinek, skaca. Na, jön egy újabb kártya. Extra HP. Ha eltalálnak, akkor kapunk Fair Wards, ami amúgy elég jó, mert simán lehet, hogy eltalálnak. Ezen a szinten már biztos, hogy eltalál minket az enemy. Felfedi a térképet, ez annyira nem kell nekünk. Extra 2 piros szív az viszont ját. Az viszont ját. Azért kellenek a piros szívek nekünk nagyon, mert a piros szívnek a dropja az követőtől jön. Aszta! Csúnyát rám csapta, srácok! Kaptuk egy nyakláncot. Egy követő nyakláncot. Azt nézzétek, már két sorban vannak a HP-jaim. Az micsoda? Girosz meghalt. Srácok, Girosz meghalt, Duma Manu meg szomorú. Merciless Hammer, 17-es, 9,3-at damol, 0,25-es speed-tel. Jézus. Jézus! Mert boss kill. Srácok, ez kemény lesz. Ez nagyon-nagyon kemény lesz. Hát igen, mire visszaérek, kiel a szekta. Sajnál ez ilyen. Ez egy lassú fegyver, de én szeretem a lassú fegyvereket. Hú, egy sculpture. Ó, ilyen leveles sculpture. Aki bejut, annak nem kell attól tartani, hogy felfalatom a többi követőmmel a dolgait, mert ilyen nincsen. Ez egy barátságos szekta. Valamilyen szinten barátságos, persze. Sűrűbben kéne eljönni amúgy a kazamatákba, és akkor nem lenne ennyi halálozás.
Na. Jók vagyunk. Hát innen nekem nem kell semmi. Micsoda gyertya! Nem tudnak velünk mit kezdeni, srácok, annyira erősek vagyunk. Igen, itt már boss time van, viszont erre nem. Ezeket amúgy azért veled szét, mert kaphatsz valamit, vagy csak mert szét lehet verni? Kaphatok valamit. Néha ott egy csontváz, és a csontváz meg csontot dob, a levelek levelet dobnak. Szóval minél előbb tartasz a játékba, annál több dolgot kaphatsz itt a... ezekből a cuccokból, amik így a szobákban vannak. Szóval megéri szétcsapni. Én például most kaptam füvet. Ó, kettő szürke szív. Na, ha most megnézitek, hogy mennyi HP-n van, két sor. Ez csak elég lesz ahhoz, hogy bosszokat öljünk, nem? Na, most egy bishop jön. A fekete szív az olyan szív, ami nem pótolható. Csak úgy, hogyha... tehát, hogy a piros szívek azok konténeresek, tehát, hogyha elveszted, a konténer megmarad, és fel tudod tölteni piros szívvel újra. A szürke szív az meg olyan, hogy felveszed, és eltűnik, akkor konténer nem marad. Tehát például nem tudod healelni magad, nem tudod gyógyítani magad. Ezek eltűnős szívek. Szia, Dunyuska, köszi, hogy itt voltál. A fekete szív a kéktől pedig annyiba tér el, hogyha a fekete szív elpusztul, akkor sebez mindenkit a szobába. Egyszer használatos szívek, igen, igen. Azok a kékek. A feketék meg annyiba térnek el a kéktől, hogyha megsemmisül, akkor sebzi a szobában levő ellenemiket. Azt mondja a Kalmer nekünk, hogy most már megtanulhatjuk végre, hogy hol a helyünk. És hogy nem hallgattunk az ő figyelmeztetésére. Fekete sebez, a kék nem sebez, csak eltűnik. Igen, igen. Izu is Pepe, szevasz. Milyen jól néz ki a Kalmár! Jézusom! Hát amúgy itt kb. Lefésztankolhatom az egészet, nem? Mert úgyse lesz baj. Mi baj lehet, srácok? Így van. Nyilván itt a kívás az lett volna, hogy... tehát hogy meg se sebez. De hogy így annyi HP-n volt, hogy meg tudtam tenni. Szevasz, pocó! Mindjárt felvesszük a szívet.
És amúgy ez a hard nehézség, tehát hogy hard nehézségen öltök meg ilyen gyorsan a boss-t, de azt azért hozzá kell tennem, hogy a management része a játéknak az elég durván ki van maxolva. Képzelt pocó felkerült előző héten, ahogy közösen Borderlands 2-zünk, csak mondom. Karmán nálam egy hit volt, de aztán jött a patch. Na! Úgy volt egy hit, hogy kilökted a pályáról, gyegyus? Vagy hogy? Na, a Karmának is most már megvan a trófája. Kristályos sziklák. Mehet a három, majd a négy. A heretikus lelet győzve. Ja, szóval itt azt kellett volna megcsinálni, hogy el se talál minket a boss, és akkor plusz lootot kapunk. Mácska, hagyjál békem. A Kalmár mindig is gyáva volt. Most már sokkal jobb hely a föld. Jó. Hogyan vállalt szekta tangá? Hát... Figyelj, mindjárt lehet nevezni. Ha van 100 trófád, akkor tudsz venni majd egy jegyet, hogy bekerülj a szektába. Nem? A sárga köpennyel toltam, ahol a damás hatalmas volt. Ja! És az ilyen beteg volt, gyegyus, azt mondom. Mindenki meg fog hajolni az ő nevére, a One Who Waits nevére. Kapatásnál. Hogy lehet legkérdezni, rá kell suttogni a botomra azt, hogy felkelt el trofa. Ez egy privát üzenet. Amit a botra írni kell. Felkelt el trofa. Na, tehát nagyon sokan éheznek. Tehát első dolog, amit csinálunk, kaja. Senkinek el kell mennie pihenni. Zűrhajost ki kell gyógyítani, de nem tudjuk. Akkor zűrhajos, menj el pihenni. Ajaj. Adri milyen szomorú. Adria második. Mi a fene? Túl sokan halnak meg, srácok. Légy szíves, menj el pihenni, kopasz. Nem sokáig leszel szomorú, Adri. A második. Meginspirálnak. Ja, offline is lehet farmolni a trófeákat, bizony. Ha csak meg van nyitva a háttérbe a twitch.tv/reenter, akkor nem is megy a stream. Kapjátok a trófeákat. Persze nem sokat, de a semminél többen. Sinát is meginspiráljuk. Janice gyorsan a gyóntatófülkébe. Janice nem lehet a gyóntatófülkébe rakni. 63 éves, 43 napja tagja a szektának, és nem lehet már gyóntatófülkébe rakni. Hát ez milyen dolog? Na hát akkor kit rakjunk a gyóntatófülkébe? King az itent. King az ita éhes és hegyes dolgokat akar.
azt nézzétek. Kinyitottunk valami csapdát elvileg. Kéne gombát szedni. Jesus! Sirius, köszi szépen a rédet. Üdv mindenkinek, srácok. Mi ott csináltatok? Csak nem a bárányos szektázás zajlott nálatok is. Köszi Sirius. Jóiság. Jó, Minecraft volt. Az örök klasszikus. És jól haladtatok, amivel szerettetek volna? Nem halt meg. Na hát ez egy elég jó hír. Mi éppen ott tartunk most ebben a játékban, hogy kimaxoltuk a menedzsment részét. Majdnem, hogy a gémnek. Itt már nem hitet gyűjtünk, hanem pénzt. A templomból is már minden megvan. Az épületekből kellenek majd a legújabbak. Illetve még egy bishopot le kell győznünk. Meglepően jól haladtatok? Na, tök jó. Előző héten is lehetett farmolni a trófeákat, igen, gyegyus. A bot ment. Üdv mindenkinek, srácok. Amikor eszünk húsit, kapunk kék szívet? Azt hittem, ez már megvolt. Gyap, köszi szépen az ajándékot Siriusnak, köszi szépen a 11. ajándékot itt a csatornán, és köszi szépen, hogy Sirius fél évét itt lehetővé tetted a csatornán. Peregjenek, srácok, a szvegek. Kéne egy rituálét nyomni. Na, ez az. 25 pénzt ajándékozunk a szektának. És ők cserébe tehát lojalitást veszünk Alamizsna a szegényeknek. Jó. Amúgy most már felcsigáztál, gyegyus, ezzel a sárga köpennyel. Na, pár percen belül be lehet kerülni a szektába, aki beszeretne. Új, Sina nagyon csillog. Mikó, mi a manó, mi újság, Mikó? Köszi szépen a 26. hónapot, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Hogy haladtál a Dragon Ball-os küldikkel a Fortiba, Mikó? Na hát most már akkor pergetünk itt Tyap-tyapnak, Siriusnak, meg Mikónak is. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. A lojalitás, a vásárlás. Instant kaka. Ja, hát az instant kaka. Majd eltakarítják. Bárányost kimaxoltam, és a Fortira már nem volt jó. Még van egy napod. Még van egy napod kimaxolni, a Fort is küldik. Amúgy nem nehezek. És akkor meg lesz Shenlong. Sárga, nem vigyázzik, hogy ne csapjanak meg. Ja, láttam, hogy double damage jön.
úgy adtam vele, hogy bevállalósak vagyunk. Köszi szépen, Laca, a 100-as sírt. Hát, ha beröffen a vonat. Jelzott, hogy nem tudtál fortizni? Ó, sajnálom. Szemez. És kell csinálnom sírokat, mert hullanak el az emberek. Volt egy fura napi küldi láncfűrészekkel pulszítani a dolgokat, amivel én hülyének néztek, hogy mit zajongok már 10 percet. Ja, van olyan is, hogy... láncfűrészeket damolni enemit. Na srácok, aki szeretne bejutni, most akciós a bekerülés, 55 trófea, amiért ma bénáztam. Tehát annyit kell csinálni, hogy felkiáltva egy jegyparancsot suttogó üzenetbe, azaz privát üzenetbe a botomra írjátok. Felkiáltva egy jegy. Mennyi korona kell majd, hogy valakit felélesz? Lehetne amúgy már feléleszteni, jó, hogy mondod. Portiban láttam, hogy van crossplay, az PS, Xbox között vagy PC is? Én úgy tudom, hogy a Fortiban teljes crossplay van, mindenki mindenkivel tud játszani, nem? Én játszottam már Switchesek ellen, Xboxosok, meg PS-esek ellen is. Fullos crossplay támogatás van a Fortiban. Switchet nem tudta? Ja, Switchesek is tudnak. Partiba biztos, hogy tudnak kerülni. Ha jól tudom, a crossplay-t ki is lehet kapcsolni. De amúgy mindenki mindenki ellen nyomja. A telefonosat azt nem vágom, mert... Nem tudom, hogy pontosan milyen telefonon lehet nyomni a Fortit. Vada annó telefonon nyomta, komolyan? Wow. Vadafak is bekerült a szektába? Bunda. Csókos. Vadafaknak volt olyan, hogy nem volt gépe. Én arra emlékszem, hogy elmondta, hogy a lakás közepén van a setup, és hogy a fülesével bárhova elér. És hogy azért ment tönkre a fülese, mert mindig ráment a székkel a kábelére. Valami ilyesmire emlik. Janice 23-as, de már nem akar gyónni. Hát ez milyen dolog, srácok? Nem akar gyónni. Na akkor kigyóntassunk meg. Adri, gyere, gyónjál. De milyen bagoly szeretnél lenni, vadafak? Na. Adri utazott valakivel Anurán, de elvesztette őt. Nem keresném meg neki. Persze, megkereshetjük. Nem vész. Sima liba. Na mindjárt mutatom, vadata. És GG. Balog, köszi szépen a második hónapos támogatásodat. Köszi.
Üdv újra itt köztünk. Srácok, peregjenek a szvegek. Na tehát, ilyen fura bagoly szeretne lenni vadafak, és itt vannak a színek. Mit gyónyom meg ennyi ide, idősen, hogy csalt a bingóba? Hát azért mégiscsak a hitvesem, a feleségem tapja, biztos van valami, amit meg lehetne gyónni. Köszi szépen a pergetés, srácok. A narancs jó lesz? Erre gondolsz? Vadafak, ezt mondod, hogy jó? Na. Vadafakot nem érdeklik azok, akik ellenem próbálnak lázadozni. Hogyha valaki szeretne csatlakozni a szektába, akkor ő annak nagyon örül, és könnyű szintezni is. Vadafak, perfekt vagy. Már csak olyan kéne, hogy gyorsabban dolgozz, és akkor lennél a legjobb. És te a farmon fogsz dolgozni. Na, nyomjuk valami feltámasztást. Tökéletes ügynök? Tehát akkor fel kell áldozni, azt mondjátok? Na. Ennyit tudok mondani, hogy Willit fogjuk feltámasztani. Na és most, hogy feltámasztottuk... Ja, mi sem már volt, de szertartás még nem. Na, csinálunk olyat, srácok, hogy éjjel-nappal dolgozzanak a követők. Összehozhatnának titeket? Bárcsak lehetne olyat csinálni, nem, de nem lehet szerintem. Na, 3 nap éjjel-nappal munka. Vadafak nagyon örül ennek. És akkor csinálunk még olyat, hogy... gyorsabban generáljátok a devotion? Azt nem, nem érdekel. Feláldozás. Másik feláldozás. Feltámasztás örömére 3 napos sor volt, igen. Devotion. Jó, csinálunk aját. Szia, Sophie. Igen, szektázgatunk. Muszáj. Instant taka. Aszta. Na gyere, vadafak. Egy inspirálás. Nyomja a kajálós rituálét? Amúgy lehet, nem? Inkazita is örül, boldog. Meg inspiráljuk cserébe. Mizu, Sophie? Na, kell favágósdi. Kell favágósdi. 32 aranyrudunk van. Willy és Seki barátok lettek. És megcsókolták egymást. Az a jó, hogy Willy úgy élet fel, hogy már ott van a nyakába a medál. Oh,
Ó, hájfonat volt? Köszi szépen, srácok, mindenki, aki részt vett a hájfonatban. Micsoda? Sina vén lett. Macskával csajbuli van? Nice. Kalácska most nagyon aranyos, így, hogy egy hét szünet után visszajöttünk. Egyszerűen nem hagyja, hogy elmenjünk. Olyan aranyosan nyávok. Adi a szalagnál dolgozik. Na, kell nekünk egy ilyen. És mindjárt lemegyünk a kazamatákba. Oké, gyóntatás megvolt. Azt mondjátok, hogy mehetnék egy ilyen kajálós rituálét? Habzsidőzsi? Majd legközelebb. Tizenkét követő kell ahhoz, hogy ez az ajtó kinyílja. Ott van bal oldalt a kis kék bagolya, az Adria második. Majd figyelj, Sophie. Itt lesz. Ott van. Fuk. Az a gond, hogy most pont nem oda megyünk, ahova Adri szeretné, hogy menjek. Szevasz, Sipi. Jól kimaxoltad a bázist a játék felére? Ja, igen. Nekromanta kard 2-2-es. Yeah. Jó van, jó lesz. Hát ez szívás. Milyen a lassabb pallos nekem? Jaj, a Sipi! Már azt hiszem a második bossra úgy mentünk rá, hogy már maxos fegyverekkel. Ja, nem mostunk magunkkal követőket, de nem para. Nem para, srácok. Na, amúgy erre oda kellett volna figyelnem. Lefelem. Oké, nagyon szépen kapják. A management része egyébként nagyon-nagyon tetszett. Bízom benne, hogy jön majd a játékhoz. Na, kaptunk Spider Silk-et. Bízom benne, hogy jön a játékhoz majd valami olyasmi tartalom, amivel még komplexebb lehet majd a menedzsment. Tudom, hogy az nem feltétlenül előnyös, hogyha komplexebb lesz a menedzsment, de jó lenne. Egy bizonyos szint után már jó lenne egy komplexebb menedzsment.
Movement speed damage. Nappal 20%-kal több dam. Boss ellen majd akkor nappal kell harcolni. Ha tudunk. Nice, és akkor ez nem is sebez engem. A király. Hát ilyen mérget teszünk magunk alá. Ó, eltaláltak. Méghozzá nem is akárhogy találtak el. Ja, neki mentem valaminek itt a pálya szélén, ahogy látom. Hogy látom, visszafele kell mennünk. Mert itt hagytunk egy szobát. Végre meghalt a healer. Csúnyán kapjuk a damokat, srácok. Ezek most inasba is raktak most először. Most először haltunk meg, srácok. Nagyon fura volt a pálya szélén azok a kis damok. Mármint azok a kis tüzek, és ez egy szokatlan akadály volt. Szóval, hogy még mindig szüksége van ránk ennek a The One Who Waits-nek. Mindig, amikor meghalunk, egyre erősebbek leszünk. Hát akkor mehetünk újra. Azért mondtad, hogy a sárga köpeny veszélyes? Ja, hát új pályára mentünk. Nem baj. Igazából csak ki kéne fogni egy jó fegyvert. Ja, a démonokat, azokat mindenféleképpen kéne vinni most. Janice? Nem Janice. Opasz? Seki. Bár lehet, hogy inkább a HP dropokra kellett volna rámenni jobban. Na! Megjöttünk, srácok. Ez már az. Fegyver, amit ismerek. Meg kell nézni, hogy mit tud ez. Aha, oké. És ilyenkor sértetetlenek vagyunk.
Na hát, azért csak sikerült, hogy eltaláljanak. De most már ez jó lesz. Recharge-ol. Ja, hát legyen a 20%-kal több dam. ...60%-kal több a damunk most egyébként. Azt nézzétek ott bal felül. Faxor. Mi a helyzet? 120%. Ez a százalék meddig mehet fel, srácok? Meg milyen nerfet kapott ez a sárga köpeny? Nálam volt 500 is, csak azt nem ütést kaptam. Jesus! Kemény. Na, a végtelen jó egy? Lehet amúgy. Nem lehetett hitelni a boss. Béna! 1000 felett is láttál? Komoly. Na, itt van, Shamura. Ellene fogom majd harcolni. Látták 2000 felettig is? Akkor ez jól hangzik, köszi srácok! Ő a tesójuk, a The One Who Waits. Őt úgy ismerték korábban, hogy Narinder. Jó volt az 5. bishop. Szóval valószínűleg ellene kell majd harcolnunk. Itt van Taki. Mi a baj, Taki? Taki ellen kell harcolni? Taki? Hát inasba raklak. Láttátok, mit csinált a lázadó Taki? Kapta haltat, aki. Ez nem rajta múlott, srácok. Ez nem az ő hibája. Megbabonázták. Azért már 200%-kal is elég jó sebzésünk volt. Sok volt a gemba Takinak? Jó, legközelebb letiltjuk róla. Srácok, a 69. napnál járunk. Hehe, hehe, hihi. Ilyenkor bukod a nappali damage bónusz, vagy csak a számít, amikor felveszed? Nappali damage bónuszom most nincsen. Tehát, hogy az örökös erre a rára szól, amiben most éppen vagyok. Ugye mutatom. Tehát ezeken a pályákon fog, tehát hogy még három szintig fog tartani a 20%-os damage bónusz, de az tényleg csak nappal van. Hmm,
Shibira Buppa. Kinga Zita elérte az öregkort. Raksa azt mondja, hogy ne érjünk hozzá a szerelméhez. Figyelmeztettelek. Állj le. Shibira Buppa. Ott is van. Szívtelen vagyok. Na. Oda néz. Kaptunk tőle egy szobrot. Cica. Notre Polo, Casho Polo, Hap Marca Pa, Hasa Pala, Ada Papa Gamiao. Na, jó van. Ne okoskodj, én csak azt akarom megnézni, hogy mit árulsz. Tehát nagy ajándék. A körzatak attack damage-e 1,25-tel nagyobb lesz. Pillanat, srácok. Ez jól jön. Majd. Blueprint. Follower form. A follower formot akarom. Na ez most milyen állat lehet? Ez maci lehet, srácok? Maci lesz? Gyűjtjük a devotion-t, ami már nem devotion, hanem pénz. Kétszer százalék fölé nem megy, srácok. Láttátok? Nem megy 200% fölé a sebzésünk. Tizen, nyolc, egész, egy. Ti is, Tuki, ti is. Akkor ez a nerf, értem. Tehát akkor 200%-ra nerfelték. Aha. Divine Blast. Ha a medvét azt kendelem, akkor medve sajt lesz. Amúgy ez a sértetetlenség, ez mehetne. Jajjaj, mondták a srácok, hogy jött valami nerfe ez a sárga köpenyhez, akkor ezek szerint ez az. Ez már az. Akkor hamarabb kellett volna ezzel a sárga köpennyel nyomulni. HP-t áldozhatunk fel. Nem akarunk ilyet. Nem akarunk ilyet, srácok. Amikor double damage-ünk van, mármint úgy, hogy double damage van rám,
az ellenségnek, ha nem áldozunk HP-t. Bármi is van. Ja, a kezedben én is a kártyás köpenyt használtam, jaj. Nagyon jól jön egyébként az a sejem is, már 11 van. Oké. Ó, már a bossnál vagyunk? Francba. Eltalált. Méghozzá nem is egyszer. Blueprint. Beetroot. Cékla, ugye? Gyűjtögetjük ezeket a blueprinteket, srácok. Ez nem Bishop volt, ez csak egy erősebb követő. Na, menjünk vissza. Szia, Nicika. De bossnak számít egyébként. Csak nem Bishop. Nem Bishop. Ez jó menet volt, ezt tetszett. Na, aki szeretne bekerülni a szektába... Ajaj, srácok! Uha! You have returned. Az most nevezhet. Közi szépen, Nicika. Négy... honlapot és olyan kedves szavakat. Peregenek srácok a szövegek Nicikének. Szóval aki szeretne bekerülni srácok a szektába, az most suttogjon azaz írjon egy privát üzenetet a eHunter botnak, amiben az egy felkiáltó egy jegy. És azok írjanak, akik még nem voltak a szektámba. Tehát éhezés van. Mennyire pihenni? Élsz még egyébként, Sina, de már öreg vagy, már idős vagy. Menő lenne egyébként mindenkit feltámasztani, csak az nagyon sok csont, Phoenix, és sok a cooldown.
a rituálén. Seki nagyon fáradt, úgyhogy őt elküldjük aludni. Na nézzük, hogy ki az, aki bekerült a szektába. Darth Vidor. Te vagy a szerencsés. Mindjárt mutatom, hogy mik közül választhatsz. Látod? Sina, ott sétálsz. Menne a Twitch interenciót tudnánk feltámasztani. Igen. Na végre Janice jön gyónni. Billentyűzetek, én eljátszottál normálisan, én nem próbáltam. Na. Ilyen állat nem volt még? Ó, nagyon sok nem volt. Janice 22-es, srácok. Mindjárt mutatom, Darth Vidor. Wow, Marian is már idős lett. Birit is inspiráljuk. Igazából, hogyha engedik most a... Ha lejárt a CD, akkor nyomhatunk egy feltámasztást. Helyellem ma panna! Sakallam bacsa! Az helyzet, Adria a másodiknak a barátját nem biztos, hogy megtaláljuk. Manót is meginspiráljuk. Kingazitát is. Hogy áll a farm? Kaki. Srácok, tudunk ilyet csinálni. Hármas démoni circle-t. Willit feltámasztottuk. Jó, azért él. Legyen gyegyus. Majd Rennit is fel kell szedni, meg mindent is, mindenkit is fel kell szedni. Meg Seki is fel lett már támasztva egyébként. Mire költsem el ezt a sok pénzt, srácok? Kéne farmot fejleszteni. Nem?
Ja, pénzért lehet követőt venni. Csak ugye őket akkor így életbe is kell tartani. Meg kell szedni újra füvet. Na, tehát Darth Vidor. Mindjárt mondom, hogy kik nem voltak még. Tehát például ami most vagy, az se volt még. Maci se volt még, hát ilyen borz sem volt még, gondolom ez borz. Ilyen izé se volt még, amire azt mondtátok, hogy Pokémon. Ja, mondjuk nem is látjátok a fejem miatt. Aztán ilyen se volt még, ilyen alligátor, krokodil se volt még, elefánt se, ő se, hippó, nem jut eszembe, hogy hogy van magyarul, szóval, hogy ő se volt még, ő se. Maci nem volt? Jól van, hát akkor parancsolj. Mondj egy oszlopot és egy sort, hogy milyen színű szeretnél lenni. Víziló, azaz. Köszönöm szépen. A vízi disznó jutott eszembe, de hát mondom, az nem lehet, mert az nem rémlik. Na nézzük. Na hát akkor gratulál, hogy bejutottál, Darth Vidor. Annak a Pokémonnak csipkésborsos üvegfeje van, akármit is akar jelenteni. Germafób. 10 fétet bukik, hogyha lebetegszik. Ha valakit felbérelünk, akkor 10 fétet bukunk, illetve 15%-a könnyebb szintezni. És itt vannak a maci variánsai, és egyébként ilyenek vannak. Tehén? Én nekem a izé ugrott be. A víziló így hirtelen. Elvileg valahol van valami hányás vagy kaka. Itt vannak a feltámasztottak egyébként. What the fuck? Jól van, amúgy. Csinálunk kaját, és akkor mehetünk tovább. Jó van, ez így jó lesz. És akkor lenyomunk még egy dungeont, oké? Ez lesz az utolsó. A mai nap, persze. De jó. Ez menő. Menő ez a körz. És belerolloltam. Szeretem amúgy ezt a fegyvert, mert ez minden harmadik ütésnél erős. Na, mit akarsz? Amúgy Takit akkor nem is tudjuk eltemetni, vajon? Most már nem bolond Samura, azt mondja. Nem az, aki egykor volt.
Szerinted nem lehet feltámasztani? Ó, basszus. Majd meg kell nézni. Nem, nem hajolunk meg előtte. Senki előtt sem hajolunk meg. Sina meghalt, srácok. Ilyen köpködő pókokkal eddig még nem találkoztam. Vannak. Ennek a körznek nagyon szép sebzése van. Ez jó menet volt, srácok. Tetszett. Elég sikeresek voltunk. Na, ezt mondjuk csúnyán lefészeltük. Na tessék! Jújjúj! Valami elkezdődött! A 80% damunk azért lett. Jézus. Elnyomtuk rá az összes körzt, de meghalt. Telep közben. Jó, én itt most visszamegyek, mert gyanús nekem ez a hely, hát ha itt ilyen kártyák vannak. Amúgy olyan megint démonok nélkül jöttem, pedig tyap-tyap fel is fejlesztettem, hogy három démon jöhessen velem. Enneminek rololás damage-elni fog. Na, poisonoljuk az enemiket. Nappal 20%-kal több a dam. Ja, kellett volna a démonokat hozni. Öreg hiba. Ez milyen manó? Midas? Midas barlangja? Hoppácska! Midas barlangját majd meg kell látogatni. Ez meg már itt a vége, úgyhogy nem erre kell jönni. Kaptunk egy nyakláncot. Húsz aranyat kaptunk, majd hogy 20 aranyat adtunk és 36-ot kaptunk. Na most kaját. 40-ért mit kapunk? Ah.
40-ért 42-t kaptunk, ez elképesztő, és most már újra töltődik. Jó, megyünk srácok a következő szintek rám. Még hozzá... HP kártyára... legyen ez az irány. Arany nugát, meg kavics. De nem tudom amúgy, hogy mit lehet csinálni ennyi arannyal. Eddig is sok volt, de most aztán meg már pláne. Jézusom. De jó ez az enemy. Ja, elfogytunk. Nem figyeltem, hogy elfogyott a fervóram, amivel ugye tudom nyomni a körzöket. Nagyon jól jön egyébként a csont innen. Azt nézem. 6500 aranyad van és nem tudod elkölteni? Aha. Lehet, hogy ez ilyen late game átok. Neked is már 12000 van, aha. Na azt néztem, hogy itt bent a statue-knál el lehet költeni a pénzt. Ő kiesett a pályáról, láttátok? Ez bug sajnos. De jó, hogy nem kaptunk be innen sebzést. Ja, a halakat is például lehetne venni, igen, jogos, jogos. Meg magvakat is például. De jól néz ki. Jó lenne amúgy az összes dekort összeszedni. Azért jár a achievement, ha megvesz az összes dekor. Knockback és freeze. Nem, egyik sem. Az is fura, hogy a recycle-ér egy aranyár. Mármint, hogy az összes recycle-ér. Király lenne, hogyha magasabb szintű fegyvereket, körzöket recycle-ölünk, akkor azért több pénzt kapunk. Nem próbáltam meg. Én azt próbáltam, ami... ha tarot kártyázok, akkor disease heart-ot kapok. És most meg ezt az aranyruhát próbálom. A kék ruha az, ami átalakítja a pirosat kékre? Hogy itt látszódik a recharge. És a recharge-hoz mi kell egyébként? Csak simán, hogy teljen el idő a napból? Disease hats.
Aha. A recharge, annak tényleg csak annyi kell, hogy bizonyos időt elteljen a napból, tök jó. Nem tudok, ezt mindjárt tudjuk használni. Figyeljétek, ugye működik. De jó, ezt nem is tudtam, hogy ez így működik. Jézusom, kétszeres movement speed. Azt nézzétek. Azt a rohadt. Streamer loot! Csalik a streamer! Hát így kb. Már nem is kell rollolnom. Ezt nem tudom. Ezt meg kell nézni. Mi ez a csont? Itt sok lesz a csont, gondolom én. Ja. A Diseased Heart az a kék szívnek a megfelelője, csak a Diseased Heart az annyit csinál, hogy ideiglenes, ugye? És hogyha elpusztul, akkor akkor damol a szobába levőkre. Csalik, úgy gyógyszemez. Kétszázszázalékos dam megvan, már csak új fegyverek kellenének. Most mi van? Ja, a Diseased Heart elég király. Ez elég gyors kiír volt. Jézusom, srácok! Most nagyon kapja az enemém. Hát én erre nem voltam felkészülve. Fúj! Oda fröcskölt! Oda fröcskölt! Kapta. Kapta halt, srácok. Csak mondom, sebzés nélkül öltük meg, mert sebződés nélkül öltük meg a boss-t. Fedőrnyak, lánc, kavics, cékla. És most már vissza se... Jó, vissza lehet menni. Spriccelt. Hát spriccelt a boss. De hát az hogy lőtt? Hagyjuk már! Na, tessék, új fegyver! Hát ugye, itt még végig kell mennem, hiába öltem meg a boss-t, meg kell a loot. Meg azt mondtam, hogy utolsó kazamata, tehát hogyha már utolsó kazamata, akkor ki kell használni. Ja, nagyon jó ez a sárga ruci, nagyon tetszik, úgyhogy ez az, ami az én stílusomhoz kell. Mármint nem az, hogy sárga, hanem hogy a buff, amit ad. Hát igen, ez régen még durvább lehetett, tényleg. Még kettő boss van ezen a szinten, egy bishop meg egy sima követő. No damage from boss bonus, 20%.
zsír. Zsír, zsír. Nagyon zsír. Szevasz, Janice. Az nagyon nagy gond, az nagyon nagy gond, srácok. Nem szabad, hogy lemenjen a hit. Nem, nem ezt keresem. Mizus, Janice? Csak mondom, Janice, még mindig élsz. És még mindig nem lettél öreg. Az igen. Ez sína holteste volt? Láttátok, hogy hogy megrohadt? Jenny szeretné, hogy éhezők csatlakozzanak a szektához. Hát... Janice! Valaki beteg? Az űrhajós mindig lebetegszik, srácok. Ja, nincsen virágunk. Pillanat. Gyere, Berdák! Szevasztok, srácok! Hanyas szintű vagy? Hát... Konkrétan... 24-es. Tehát very big. Feltámasztás és... öregedés nélkül. Ja. Tehát ez very big. Kingazita. Kingazita 7-es. Minden nap meggyóntatlak. Ma még nem is voltál gyónni. Na srácok, aki szeretné még bejutni a szektába, elvileg kettő lehetőségetek van. Mármint, hogy írnatok kell egy felkiáltó egy parancsot, suttogó, azaz privát üzenetbe a E-Hunter botra. Hogyha van legalább 50 trófeátok, és még nem voltatok a szektában. Kicsimmel gyónásokban, igen. Csámanakámájába, salabakka. Áj, nem hagyom, hogy bűnöz, Janice. Minden nap elmondod, hogy nagyon jó kislány voltál, és ennyi. Tessék, 25-ös. Nem ezt akartam. A pénzt akarom kivenni mindenkitől. Janice minden nap hazudik? Áj, olyat nem tenne, Iepo egyikon. Sziasztok, sziasztok. Oké, zűrhajóssal is megcsináltuk, amit meg lehet. Na, Mirmidron. Ja, mindjárt veszünk halakat. Most már kb. Eladni se kell. Új Kingazita meghalt. Eddig tartott. De legalább nem hányták le a hullát. És nem lettél csontváz.
gyegyos. De itt ne hánykálódjál. Nem látjátok, hogy mi történik a fülkével? Gyónás. Azt már nem mondom, hogy szájba áldozás, mert félreértitek. Deadly dish. Srácok, nézzük, kik azok a szerencsések, akik bekerülnek. Az első cirkány megy személyesen. Mindjárt mutatom, hogy mik közül választhattok. Na. Tehát. Van lilapók, kékpók, maci. Kék... trombita, hód, másik kékpók, alligátor krokodil, elefánt, víziró, sárgapók, zöldpók, sivatagkiróka, kepibara, piros bokor, zöld bokor, bagoly, breki, bölény, zsiráf, lilapók, barnapók, pirospók, zöldpók, boci, csacsi, szarvas, süni, nyuszi, narvál, majom, teknős, hangyász, méhecskek, túlú, armadilló, patkány, unikorn és axolot, hal, vörös panda, róka, cica, kutyus, malac és őzike. Na. Piros az varangyos béka? Akkor az varangyos béka és nem bokon. Na, és akkor milyen színű maci szeretnél lenni? Cirkány megy. Addig nézzük a következő nyertest. Mr. White-ot. Mr. White választhat magának állatot. Mondja egy oszt... Jó ez? Jó van. Akkor ez leszel. Na nézzük, cirkány megy, beteges. Lassabban gyógyul. És lassabban dolgozik. Na Mr. White, te mi szeretnél lenni? Az informatikus, lassan dolgozó informatikus. Sivatagi róka? Mindjárt mutatom a színeket, Mr. White. És gratulál bejutáshoz. Na itt vannak a színek, mondj egy oszlopot, meg egy sort. Vagy hogyha rám bízod, akkor azt is mondhatod. Köszi szépen Tadeusz az ajándékot Ihepuha Ágyikónak, kinek ezzel az 5. hónapját tetted lehetővé, mint feliratkozott vadász. Másolod neki még egyszer? Nem. No way, Noxi. 5. sor, 2. 3, 4, 5, oké. Na, Mr. White egyébként olyan, hogy nem érdeklik azok, akik ellenem hangolják a népeket, de hitet bukunk, hogyha megbetegszik. GG. És az utolsó, aki bejut, az nem más, mint Shiraka személyesen.
Na Siraka, te mi szeretnél lenni? Közben mondom a perkedet. 15%-kal könnyebben fejlődsz. Jaj. Cica! És mondj egy oszlopot, meg egy sort. És már állítom is be nekem. GG mindenkinek a bejutáshoz. Ez a kettő, ez ugyanolyan, nem? Ez a két szín, ez totál ugyanaz. Ja nem, mert itt sárga a csík, itt meg fehér. Oh. Harmadik sor, ötödik oszlop. Oké. Okay. Na, hadd szóljam. Szevasztok, srácok! Na és őt el kell küldeni gyorsan kajálni. Azt mondja, hogy nincs semmi, amit lehetne enni. Hajjaj. Ez a karfiolos kaja 5% esélye betegséget okoz. Nam. Hoppá! Salamba, kajam. Megcsináltuk Janice-nek a befogadásokat. Hát Adrinak nem csináltuk meg a küldét. Volt valami perked, amitől a rossz kaja is jó lesz. Nem, az olyan perk, hogy a fű az nem okoz betegséget. De igazából csak ennyi. Ha 500 betegség, akkor 20 kajából egy beteg lesz, nem? Hát ha matematikus lennék, akkor ezt most megmondanám, de nem, most nem mondom meg. De én elhiszem nektek. Marian éppen megy haza, gyorsan meginspiráljuk. Wow, ezeket a színes izéket is el lehet kapni. Szent János bogár? Istenem. Wow, hát én ezt nem is tudtam, srácok, hogy este lehet így ennyire durván vadászni. Igen, igen, milliárdos világutazó streamer vagyok. Igen, igen. Pont így. Ilyen, ilyen sorrendekben. Van egy betegünk, akit majd meg kell gyógyítani. Megnézzük még ezt az új helyet, mit szóltak. Midas bányája. Barlangja. Ő itt Midas. Jó. Bármilyen kérdésünk van, Midas segít. Megveszük az összes követői formát, mert van pénz. Tehát most már lehettek denevérek. Lehettek rákok. És ennyi. Még egy dekor item.
még egy dekor item. Szarvasbogár volt? Lehet, hogy igazad van, Duma Manu. Sőt, most, hogy így mondod, valószínűleg amúgy szarvasbogár. Megvesszük a kártyákat is. Fekete ilyen mérget dobunk a földre, hogyha eltalálnak. Fogják ezt a játékot újítani, bugok, stb. Már pár napja volt bugfix, meg balanszolások. Ha megölnek, akkor kap, akkor feléledünk egy HP-val, tehát hogy van ilyen tarot kártya. És már csak, ha most ezt megveszem, kettő kártya hiányzik. A halott ellenségek testei felrobbannak, és a többi ellenséget is sebzik. Na, srácok. Belenéztünk a kútba. Lehet nekik donálni. De valamiért azt mondja, hogy nincs. Ja, mert hogy ez aranybár volt. Srácok, hát... Itt meg fel lehet áldozni követőket. Gyegyus. Gyegyus a nagyobb jóért. Jesus! Ne haragudj, Egyus. De úgy néz ki, hogy még... még jó párotokat fel kell áldoznom, srácok. Ne haragudjatok. Ez meg mi ez? Ez meg mi ez? Köszi szépen a 17 hónap töretlen támogatásodat. Srácok, peregjenek a szvegek. Ahogy Tadeusznak és Pihepuha Egyikónak is peregtek. Én is beszállok már itt. Hát ne haragudj, Egyus. Egyszer minden jónak vége. Ja, halakat kéne venni amúgy. Most lesznek jó kajáink. Ha engem felmersz áldozni... Miért nem akarsz menő aranyszobor lenni, Adri? Jól értem? Mindenkit felmerek áldozni, srácok. Jaj, Jézusom. Na, mutatom mindjárt, hogy ez most miért jó, hogy ilyet csináltam. Amúgy tényleg meg kéne nézni, hogy takit fel tudjuk-e támasztani. Micsoda? Ki halt meg, srácok?
Csina meghalt? Nem, Marian halt meg. Na basszus. Nézzétek, hogy hogyan a pénz. Nagyon durva. Tartunk egy alamizsna a szegényeknek. Szabi, ne is mondd, én is várom már, hogy pókember eszessen. Tartunk feltámasztást is. Na, tehát nézzük meg, hogy fel lehet-e támasztani gyegyust. Na, ott van Takit, fel lehet támasztani, Sinát is. Marient is, és Kingazitát is. Akit nem lehet feltámasztani, az gyegyus. Na, jöjjön Reni. Mert ő a feleségem. A harmadik. Megtartunk egy misét. Zsír. Hogyan lehet bejutni? Hát, ezen a portálon keresztül, ami itt van jobbra. Itt van egy portál, és akkor ott lehet bejutni. Gyorsan meginspirálunk mindenkit, hogyha még belefér. Nagyon jó, kopasz is fejlődik. Zűrhajós is. Adria második. Őt ma már inspiráltuk. Mr. White-ot is inspiráltuk. Sekit még nem inspiráltuk. Gyorsan még elkaplak. Igazából még Jenny-t el kéne kapni. Valószínűleg nem lesz boldog. Szevasz Istom! Mi a szító? Hol van Jenny? Ajja, ott van. Az helyzet Jenny most nem. Tehát, hogy Jenny-szel először ölelkezni kell, és akkor utána. Mert a gyóntatás nagyon sok... Nagyon sokat ad, és most neki nagyon keveset tudunk csak adni. Egy gyors gyónás Renivel. Hodani, látjátok? Erről beszéltem. Mennyit ad egy gyónás? Gombát ültetni kell mindenféleképp. Hát jól van. Srácok, meg lett minden innen. Maxos lett a fejlesztési lehetőség. Begombáztuk az embereinket. Megvan az összes rituálé. A gombázás is megvan. Minden megvan. Mindenki örül. Az összes doktrina megvan. 14 napot mentünk most. Hát az nagyon sok. Eljutottunk addig, hogy megöltük a harmadik bishopot, és a negyedik bishophoz sem kell már sok. Tehát még megöljük egy követőjét, és utána már a bishop jön. És az ötödik bishop pedig a The One Who Waits. Valószínűleg vele is majd meg kell küzdenünk. És veszünk egy követőt,
hogy a legközelebb, azaz holnap, még egyikőtök be tudjon jutni a szektába. Rengeteg pénzünk van, mert nem tudjuk mire elkölteni. Úgyhogy nagyon jól haladtunk, srácok. Ma is. És hogyha így haladunk tényleg, akkor a héten befejezzük a játékot. Itt vannak a statjaink, hogyha valakit érdekel. 74 nap, 16 óra, 14 követő, 17 kuckónkad és 25-en haltak meg. Ha jól értelmezem itt a számokat. Így állunk most, skacok. Remélem, hogy tetszett nektek a szektázás, bárányozás. A héten még folytatjuk. És tényleg, ha minden jól megy, be is fejezzük.